Mi magyarok. A magyar konyha büszkesége. Kalocsai paprika. Ősz hazája a kalocsai járás. Ez valamikor a Duna árterülete volt, így a talaj tökéletes a termelésre. Emellett a rengeteg napsütés is érleli a növényt. A ma édesnemes paprika korábban csípős volt, és áztatással fosztották meg erejétől. A 30-as években egy véletlen segítette a nemesítőket a mai édes változathoz. Magja gazdag olajban, ez adja a tökéletes, mély vöröses barnás színét, bársonyos állagát és különleges ízvilágát. Korábban palántáról nevelték, de a század elén alapított kutatóintézetben a 70-es években sikerült olyan magokat előállítani, amelyeket fagytűrőek lévén el lehetett vetni a földeken. A serkenő hajtás szép fehér virágba borul, a zöld száron piros termést hoz. Ezért is nevezik a legmagyarabb növénynek a paprikát. Szület idején szeptembertől a házak tornácainak díszei lettek a száradó füzérek, amelyeket az asszonyok éneklés közben ügyesen vágtak és kötöztek. Ezeket ma is látni még egy-egy portán, de a paprika nagy részét már gépekkel szárítják, majd a paprika malmokban őrlik. Külföldön élő magyarok gyakori kívánsága hazúról, mint ahogy a hozzánk látogató turisták praktikus vásárfiája Magyarországról a kalocsai paprika. A mezőgazdaság egyik a legkeresettebb terméke. Világhírű használják, az üzletek különleges csemegéje de elsősorban a hazai konyha alapanyaga ez a fűszer. Gulyás, pörkölt, halászlé nem készülhet nélküle. A Hungarikum Bizottság a kalocsai fűszerpaprika őrleményt 2014-ben a hungarikumok sorába emelte. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. készítette.